for a heart to love. 더 좋아요, 렉스. 이게. It's like staring at the stars above. Katie Ford, Kilátás a tengerre. Első pont, a szünetvégi konferencia meghívóját még a héten elküldjük. Remek, mindenki elment. Végre szünet. A gyerekeknek van szünet, nekünk tanításmentes időszak. Második pont, megbeszéljük az építkezést. Hol a mappa a költségvetéssel? Ó, oh, itt van nálam. Jó, azt később még átnézzük. Oké. Okay. Igen, hármas pont. Kész már a könyvtári ügyelet? Kim? Elkészültem már vele. Ez jó, igen, igen. És megvan a helyettesítés is, ha valaki közben kiesne? Rajta vagyok. Jó. Tudom, hogy fontos a bizalom, de tudjátok, hogy a bizalom jó. De az ellenőrzés jobb. Persze. Az esküvődet is ennyire megszervezed, mint a tanításmentes időszakot? Milyen esküvőt? Ti honnan tudtok erről? Ne szervezz túl, az esküvőn mindig előfordulhatnak meglepetések. Nem már, tudjátok, mit tartok a meglepetésekről, és... Gardener. Szervusz, drágám. John, nem kellene... Ez fontos, kapaszkodj meg. Egy pillanat. Jó pihenést, Mrs. Gardener. Hasonló kép, köszönöm. Megtaláltam a házat. Pont amiért keresgéltünk. Mi? Komolyan? Igen. John, hihetetlen vagy. Mikor menjek oda? Most azonnal jöttél. Oké. Aha. Hú. Ez a mi igazi álomházunk, drágám, hidd el! Különben nem csinálnék ilyen nagy hűhót. Ez a te házad, biztos vagyok benne. Sajnos másnak is tetszik. Átküldöm neked a képeket. Mindjárt megveszem a jegyet holnapra. Nem lehetne ma? Nem, sajnos ma már nem megy. Gyere, amint tudsz, és itt is maradsz. El se engedlek többé. Azt azért még meglátjuk. Rengeteg dolgom van még itt. Te vagy a főnök. Oszd ki a melót. Elmondom, hogyan jutsz el Rock Islandre. Küldd el a címet, és kikeresem, jó? Szia! Itt maradt a mackóm. Tessék, veled akar menni. Kapd el! Ó, egy kislánynak jó reflexek kellenek. Miért? Képzeld, ha valaki odadob neked egy kincset, és a melletted lévő fiú kapja el, csak mert ő az ügyesebb. Na, ugye? Köszönöm, Mrs. Gardener, gyakorolni fogom a szünetben. Jó, jó nyaralást. Új helyzet. Holnap New Englandbe kell mennem, és ott maradok néhány napig. John talált egy házat. Felgyorsult minden. Át tudnátok itt venni? Hogy átvenni? Igen, hiszen már mindent megbeszéltünk. Menj már csomagolni! Indulás! Szkenneljetek be mindent. Küldjétek el ellenőrzésre nekem, mielőtt kimenne. Mindent átküldünk, ne aggódj. Minden nap telefonálunk. Bármikor hívj, ha eszedbe jut valami. Minden nap beszámolunk, hogy mit végeztünk. Na menj, menj már! Jó nyaralást, tanításmentességet. Tényleg? Ti vagytok a csúcs. Jelentkezem. Ez a John kifejezetten jó hatással van a főnök asszonyunkra. John, piros az ajtaja. Ez egy igazi álom. Én megmondtam, drágám.
Várja, még meglátod. És ez a sziget, ez a mi szerencse szigetünk. Mit kell tenni, hogy megkapjuk? Van itt egy pár, akik még ma ajánlatot tesznek. Reggel... Találkoztam is velük. Nagyon eltökéltek voltak. Ez rettenetes. Tudod már, hogy mikorra érsz ide? Csak reggel tudok elindulni. Figyelj, tégy nekik egy még jobb ajánlatot. De hát még nem is láttad élőben. Jó, de szétosztottam a munkámat, úgyhogy megyek utánad. Kellene valami előleg, nem? Hogy lássák, hogy komolyan gondolod. Ja, tényleg. Mennyit tudsz letenni? Hát, ha a bosztoni lakást eladták volna, azonnal befizethetném. Így legfeljebb 30 ezret. Hát, nekem van 50, legalább a felét le kellene tenni. Beszélek újra a pasival, jó? Én meg az anyámmal. Legfeljebb 3-4 hét, és meg lesz a pénz a lakásból. Biztos kölcsön adja. Sietek. Szia! Jól van. Szia! Kandalló. Uh-huh. Nagyon szép ház. Igen. Kicsit gyors ez, nem? Igen, tudom, anya. De hidd el, egy ilyen ház nem minden nap kerül piacra. Ez az egész házasság is olyan hirtelen jött. Anya, ilyen a szerelem. Inkább örülj nekem. Örülök is. Még ha tudod is pontosan, mi a véleményem a házasságról. Parancsoljanak, hölgyeim. Tudom, nem kell most megismételned. Írja alá itt, aztán ott is. Ha a gondolkodási időt kér... Minden továbbítok személyesen. Fél óra múlva rendelkezésre áll az összeg az édesanyja számláján, és onnan már utalhatja is a vőlegénye számára. Jó. Nagyon szép ház. John aláírta a szerződést. Mi? Hú! Csinos kunyó, igen. Ezt jól kifogtad. Ah, de hát nem erről van szó. Tudom jól, de szívesen bosszantalak. Jó, de ha így folytatod, nem engedem, hogy meglátogass. Olyan kíváncsi vagyok. Te bármikor eljöhetsz hozzánk. Köszönöm. A lényeg, hogy önálló maradj, ne irányítson. Mert a végén csak ennyi marad, önmagad. Anya, szeretem őt, nem a végére gondolok. Ez lesz a második tavaszom. Hello, drágám. Mondjak neked valamit. Ma kezdődik a közös nyarunk, a közös életünk. Egyet kérek Rock Islandre. Igen. 11:50. Igen. Még nincs is itt a komp? Hogy ne lenne. Queen-sziget komp. Oké. A jegyét. Köszönöm. Közbe jött egy vevő, késni fogok, kulcs az ajtó melletti kő alatt.
Az ott Rock Island? Igen, mindjárt ott vagyunk. Köszönöm. Jó nyaralást kívánok. Köszönöm. Várjon csak. Adja le, legyen szíves a postát. Hol? Ott van, szemben. Oké. Okay. Köszönöm. Hello. Miben segíthetek, asszonyom? Megkértek, hogy adjam le. A posta bent van. Fisherman's Cove-ba mennék. Meg tudja mondani, hogy jutok oda? Mit akar ott? Nem valami büntényt elkövetni. Vagy miért akarja tudni? Emberbaráti érdeklődés. Julia Gardener. A leendő férjemmel vettünk egy házat, és ott töltjük a nyarat. Ez jó volt. Komolyan gondolom. Molly Pepper őrmester. Isten hozta. De a hölgy a Fisherman's Cove-ba készül, el tudod vinni? És mit akarod? Ott fog nyaralni. Aha. Mi olyan fura abban, hogy Fisherman's Cove-ba megyek? Hát mert nem úgy néz ki, mint aki oda akar menni. Miért? Hogy néz ki az, aki Fisherman's Cove-ba megy? Másképp. Aha. Ó, vigyázzon! Nem tudja elképzelni, milyen jól esik majd egy forró fürdő. Jó, ez biztos nem az. Megvolt a mai vicc. Jól átvert egy idegent. Ha-ha, nagyon jó. És most vigyen el az igazi Fisherman's Cove-ba. Ez az igazi Fisherman's Cove. Ez az egyetlen Fisherman's Cove nálam. Vissza akarok menni. Csak holnap lehet. Mert? Apáj. Hol lehet a szigeten megszállni és telefonálni? Hát itt. Szállás reggeli nincs. Vagy a szabadban. Mit akarsz itt, Dan? Ma szünnap van. Zárva vagyunk. Tudom. Ez ki volt? A vendéglős Rick. Tényleg nincs másik szálloda? Nincs. Nem alhatnék ma magánál? Na jó, nincs más hátra. Bocs, ha arra kérem, hogy a szabad napján adjon nekem egy szobát. Ha ki akar küldeni a vadon sötétségébe, az testi sértésnek minősül, és az engedélyébe kerül. Már ha van engedélye. Mit akar itt?
Egy száraz, hideg chardonnayt, egy tál kagylólevest és egy szép szobát, természetesen fürdőkáddal. Kérem. A chardonnay. Nem küldi el, ez nem létezik. Nem hiszem el, nem küldi el. Poharat nem tud adni? A kagylóleves elfogyott. Wifi? Itt nincs. És használhatom a számítógépét? Nem. Mert? Mert az sincs. Oh, ez nem lehet igaz. Pontosan! Így képzeltem el ezt az estét. Nem muszáj maradnia. Akkor mondja meg, hogy hol áll ez a ház a szigetem. Ha azonnal oda visz, sok pénzt adok, és megszabadul tőlem. Ilyen nincs, sehol se. Talán olyan helyen van, amerre maga nem jár. Ismerem a szigetet, mint a tenyeremet. És Fisherman's Cove hol van? Itt. És mivel magyarázza a különbséget a két épület között? Kicsesztek magával. Kifejezheti magát káromkodás nélkül is. Kicsesztek magával. Nem értem, hogyan. Ez nem az a sziget. Ha engedem, hogy elmagyarázza, de nem. Nekem muszáj egyedül... Van itt valahol egy telefon? Igen, itt. Tűha! Alig hiszem el, hogy van itt telefon. John vagyok. A sípszó után hagyj üzenetet. John, rossz szigetre jöttem, és nincs internet. Ne csodálkozz, hogy még mindig nem értem oda, és hogy sehogy se tudsz elérni. A többit majd személyesen elmondom. Szia! Anya! Igen, szerencsésen megérkeztem. Minden csodás, mint egy álom. Az igazi szerencse szigetünk. Sajnos nincs internet, úgyhogy majd holnap újra jelentkezem, jó? John is üdvözöl. Aha. Önkiszolgáló? Persze, szabadnapos. A fürdő? Ja, a vécé odabent. A kád a szabad ég alatt. Tengerre néz. Azt mondta, hogy csodaszép. Szerencsés? Julia mindig is szerencsés volt egész életében. Most hozzámegy a tökéletes férfihoz. Lehet, hogy ez unalmas is, de illik hozzá. Nelly, ne is haragudj, szerintem akkor is gyors. Ne játszd itt nekem, Cassandrát! Thank you.
Ja, muszáj ezt? Reggeli előtt hajnali 6-kor? Igen. Mikor számíthatok egy csésze kávéra? Vagy azt is nekem kell megfőzni? Konyha. Jó. Köszönöm, ez értékes beszélgetés volt. Itt? Ez egy egész hétre való koleszterin. Felőlem éhen is halhat. A maga korában a férfiakra veszélyes az infarktus. Vigyáznia kell, hogy mit eszik. Maga menjen el tanárnak. Az vagyok. Aha. Gondolhattam volna. Azt mondja, ismeri a környéket? Minden öblöt és szigetet 100 mérföldön belül. Megengedi? Miért nem veszi fel a telefont? Több okot is mondhatnék erre. Ez most mit jelentsen? A szerelem vak. Eredeti megjegyzés. Mikor megy ez a hajó vissza a szigetről? 2 óra múlva, dagálykor. Eddig jól titkolta, hogy egy úriembert rejt a durva külső. Mennyivel tartozom? Felejts el. A vendége voltam, kiadásai voltak, visszahozott. És szüksége van a pénzre. Jó, oké. Akkor én köszönöm, és viszontlátásra. Vagy nem. Egy mizantróp ne legyen szállodás. Embergyűlölő. Nem szívesen teszem, de a segítségét kérem. Ez az én Fisherman's Cove-om. Kell, hogy legyen egy másik hely. Ahol a leendő férjem kétségbe van esve, mert azt hiszi, hogy elvesztem. És mivel itt nyoma nincs internetnek, nem tudom felhívni és megmondani neki, hogy egy másik szigeten vagyok. Hiába írok SMS-t, vegyen egy mély lélegzetet. Kezdjük előről. Van itt egy másik Rock Island? Vagy Fisherman's Cove? Milyen házak nincsenek errefelé? Szóval, akkor lenne kedves megnézni, hol áll ez a ház? Mi itt nagyon messze vagyunk, Boston is 3 órányira van. Szóval Boston környékén sok ehhez hasonló ház van. Egy hétvégére persze nem mennének olyan messzire. Angliában biztos nincs. A kérdés, hol van a hiba?
Mit mond erre az embere? Mit mondana, amikor nem tudom elérni? Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Hívja maga, én már ideges vagyok. Ja, ez. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Előfizető nem kapcsolható. És mi van, hogyha... Mi van, ha... Hova keveredtem? Itt még a telefon sem működik. Itt nincs semmi. Nada, niente. Egyáltalán ez még az Amerikai Egyesült Államok? Mióta ismeri már? 10 hónapja. De nem tudom ennek mi a jelentősége. Mikor vette meg a házat? Tegnap. Nem. Tegnap előtt fizettük be az előleget, és... Mi? Miért néz így rám? Közösen vásárolták meg. Igen. Vagyis nem, de miért? Miért néz rám így? Én telefonon átutaltam, még az iskolában voltam New Yorkban, és John írta alá. Van róla egy videóm. Mennyit? 350 000. Ugye nem azt akarja mondani, hogy... Nem. Nem, ez nem lehet. Tegnap előtt átutalt a vőlegényének a hirdetés alapján 350 000 dollárt. És nem létezik se a ház, se a férfi telefonszáma. Hello? Istenem! Jaj! Valami rémeset álmodtam. Nem álmodta, sajnos. Azt mondja... Azt hiszi... Tényleg... Azt hiszi, hogy én, hogy ez a John komolyan mondja. Anyám összes pénzét, mindet. Az nem lehet. Ez lehetetlen, nem lehet. Sajnálom. Ezek szerint soha nem is. Ez... Az egész csak... Mondja a teljes nevét. John Harrison McKenzie. Közülük valamelyik? Nem. Ja. Bolond lenne a saját nevét használni. Van róla képe? Igen. Van. Tessék, itt van egy... Csak egy selfie. Jó, hát ezen annyira nem látni, egy kicsit lecsúszott a képről. Jó, közösségi háló, céges fotók, valami. Érdekesnek találtam, hogy nem azok közé tartozik, aki hagyja kihűlni az ételt, hogy lefényképezze és feltegye a netre. Mert én se vagyok ilyen, mint iskolaigazgató. Iskolaigazgató? Ezt senkinek nem szabad megtudnia. Ha? Istenem, ez olyan... Ó, anyám, hogy ez milyen kínos. Ezt kiszagolják. E-mail. Írok neki egy e-mailt, mert lehet, hogy ez valami tévedés. Igen. És a bank. Hívjuk fel a bankot. Megpróbálom visszaszerezni a pénzt. Gardener? Igen. Én tegnap pénzt utaltam át a számlámról a 13724699-es számlára az Ocean Trust banknál. Uh-huh.
John Harrison Mackenzie. Igen, szeretném az utalást törölni. Milyen probléma? Még ellenőriznek valamit. Igen, értem. Viszont hallásra. Nézzük meg John számláját. Ehhez feljelentést kell tennie. Utána beszélek az ő bankjával. Igaza van. Szóval, feljelentés. Neve? Most mit csináljak? Maradjon itt, amíg kiderítünk valamit. Most nem is mehetek haza. Teljesen leégettem magam. Várjunk egy kicsit. Talán elkapjuk a fickót a pénzzel együtt. Menjen vissza Rickhez, és sírja ki magát. A többit bízza rám. Majd kialakul. Minden rendben? Jó éjszakát! Jó reggelt. Semmi baj. Szóval mindenképp itt kell maradnom, amíg Molly mindent kiderít. Ha Molly egyáltalán képes lesz valamikor mindent kideríteni. Ez magának épp úgy nem tetszik, mint nekem. Ezért kérem, mondja meg! Hol vannak a tisztítószerek? Másrészt pedig azt, hogyan főzhetek valami normális ételt? Ez is tökéletes. A szívem már összetört. Nem kell zsírba áztatni. És mit kell tennem egy forró fürdőért? Fát kell vágni, a kályhát befűteni. 4 óra alatt melegszik fel a víz. A söprők ide lenn vannak. Vásárlás Molinál. Köszönöm. Ezt az egészet itt el akarta adni? Miért adnám el? Mert gondolom nincs pénze. Talán ez volt a megoldás. Igen, pontosan ez az. Nekem van pénzem. Az ingatlanos lehet a kulcsa. Hogy ez eddig miért nem jutott eszembe? Megyek horgászni. Most adjatok el Mollyhoz.
Hívom az ingatlanost, és megkérdez... Hogy honnan tudhatott a Fisherman's Grove-ról? Erre én is gondoltam. Várom a visszahívását, ha megtudok valamit, jelentkezem. Gardener! Érdeklődnék az utalásom visszavonásával kapcsolatban. Igen? Molly, John számlája. Na igen, megszüntette, tudom. Átküldik a bankkamerájának a felvételét, ha... Szerencsénk van, lesz kép, ami alapján kiadjuk a körözést. Jó az, ha mindenki megtudja. Minél előbb, annál jobb. You're almost drowning in your sense of shame. It's time to change. It's time to change. Make that change. You feel you should run. Head over heels. Not sure what to do. Not sure how it feels. Be strong again. Not to be wrong again. Believe in your own best friend. Believe in a happy end. To be you again. To be you again. Beszélt az ingatlanossal? Igen, semmi köze hozzá. A hirdetést nem ő készítette. De talán ismeri a házat, és az tovább vihet... A ház nincs a kínálatában, és a Fisherman's Cove sem. Lelopták a logóját a netről. Aha. Akkor talán lehetséges, minden hogy... ingatlanosnak elküldtem, várom a visszajelzést. De kideríthetnénk, honnan ismeri a szigetet, és ezt a Fisherman's Cove-ot. Lehet, hogy a neten szúrta ki, simán hozzá lehet férni. Ő az. Ő John. És látta már valaki itt a szigeten? Nem tudom. Nem hiszem. Nem ismerhető fel. Elnézést, lenne egy kérdésem. Oké. Nem ismeri véletlenül? Ja, igen. Igen, ott hátul van a hajója. Állandóan ezen jár az agyam minden pillanatban, és azt kérdezem... Mikor kellett volna gyanút fognom? Hogy téveszthetett meg? A fickó nem buta, az fix. Rick! Most túl messzire mentél, Martin. Beteg vagy! Mikor kérsz már segítséget? De előbb intézkedj, hogy ez a Julia megkapja a pénzét. Megértetted? Nincs már meg az a pénz. Akkor add fel magad, vagy feljelentelek. Megígérted anyának. Emlékszel? Anyát hagyd ki ebből. Igen.
De anya kedvence betartja, amit ígért. Te. Mi az? Dílis vagyok? Mondd csak ki! De tudod, hogy kettőnk közül ki a bolond? Hm? Ha? Mit tudsz te? Ott élsz a szerencse szigeteden. És ez a vakszerelmes liba. Örülj, hogy valaki betéved hozzád. És ebben az őrült kalandban még a szálak is hozzám vezetnek. Te meghibbantál? Pont azt kockáztatod, hogy elkapjanak. Szállj le rólam a terápiás szövegeddel. Kérj már segítséget. Kérlek. Különben a rendőrségre megyek. Már anya is feljelentett volna, ha tudna. Rick! Rick! Adj pár napot és visszaszerzem a pénzt, csak ne hívj rendőrt, kérlek! Bíz bennem, komolyan mondom! Adj még egy esélyt! Segíthetünk? Nem, köszönöm. Nem látta őt erre felé? Nem. Nem? Egész éjjel azon gondolkoztam, hogy jutott eszébe Fisherman's Cove, ha még sose járt itt. Internet? Ma már nem kell ott járni. De nem ismeri fel azt a házat. Ez is amellett szól, hogy az a John pont ezért találta ki. Igaz. De lehet, hogy járt már itt. Vegye már fel azt a telefont. Mm. Igen? Au! Mi? Miért foglalnátok asztalt? Aki jön, jön, mint mindig. Négy fő vacsorára. Főzne még egy kis levest? A gazpacsót? Magának íz lett? Értem. És hal lesz, mint mindig. És hozzá? Fagyasztott krumpli. Finom. Szószok, saláták, nyári zöldségek. Semmi hajcihő, rendes hal és más semmi. Akkor nem kell a gazpacsó sem. De valahogy tudnia kellett, hogy nincs hálózat. Hogy ez itt a világ vége. Biztosan járt már itt. Ez meg micsoda itt? Szalvétának hívják. A vendég szereti, megtörölheti a kezét, miután megette a rendes halat. Feltúrja a szekrényeimet? Csinálnom kell valamit. Bocsánatot kérek.
Nem is lenne ez rossz hely, ha kicsit odafigyelne a ház karbantartására. Kész? Igen. Nem. Akkor legyen hajcihő ma este. Mi kegyes! És honnan vegyem a hozzávalókat, hogy segíthessek megvendégelni a betévedőket? Írjon egy listát. Segítek, hogy nehogy megbolonduljak, jó? Ugyanis nem sok híja van. De ez még nem jogosítja fel, hogy úgy bánjon velem, mint az utolsó alkalmazottjával! És igen, igen, én is káromkodhatok! Jól van, na? Királylánynak érzem magam. Mert az is vagy csillagom. La 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 la. Mua! La 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 la. Tiri tiri, tiri tiri. Mi ütött beléd? Én kísérem az oltárhoz, nem? Tiri tiri, tiri. Alig várom már. Tiri tiri. Csináljunk mi is őrültséget? Látogassuk meg a mi szerelmes galampárunkat. Igen! Anya, azt nem hiszem el. Még egy lazac, két leves és egy saláta. Nizzai. Jó, akkor az. A lazac mindjárt kész van. Rick, még egy pohár bort kérek. Nem is tudtam, hogy van borod. Igen, sőt, ez Chardonnay. Ne mondj semmit, így áll. Két lazac narancssal, nyári zöldségkörettel. Nézd, ő az. A lazac? Jó. Most mindenki látta, milyen a nő, aki beugrik egy házasság szédelgőnek. Elégedettek? Sajnálom, Julia, komolyan. Anya, igen, minden szuper. Itt ülünk a napon, és bámuljuk a tengert. Lassan kezd alakulni a ház belseje is, minden olyan, amilyet szerettünk volna. Az nagyszerű. Van egy meglepetésünk nektek. Holnap benézünk. Fibinek szünete van, megnézzük a tengert. Szóval még nincsenek ágyaink, és ilyen gyorsan... Ne félj, nem rontunk rá a szerelmi fészekre. Foglaltam szobát a szárazföldön. Amúgy nektek is? Úgy se tudtok visszajutni ebbe a félreeső halászfaluba. Szóval holnap találkozunk, drágám. Örülök. Holnap? Csodálatos! Szia, anya! Viszlát! Spontán, ahogy kell. Ó, Istenem!
Beszélnem kell Mollyval! Nem tudok rükvercbe kapcsolni. Benyomni? Igen? Egészen jobbra és hátra. Közben mondjam, hogy abrakadabra? Oké, köszönöm. Megtaláltam a házat. Épp most kelt el. Most keresem az előző tulajdonost. Azonnal oda megyünk. Először én beszélek velük, aztán kiderül, van-e okunk, de hogy oda megyünk. Muszáj! Órákig tartana, és ha oda megy, hello Nancy, akkor is én, és nem mi. Nem fogom veszélyeztetni. De hát ez nem a CSI. Mi történhet velem? Hoztam egy levelet. Oké. Köszönöm. Szép napot, Nancy. Neked is, Molly. Jobb, ha rám hagyja a nyomozást. Igen, igaz. Igaza van. Molly megtalálta a házat! Molly megtalálta a házat! Azonnal oda kell mennem. Grape Island. Ahhoz kell egy hajó. Oh. És ha Molly megtalálta, akkor majd ő oda megy. Nem, nekem kell oda mennem, most azonnal. És ha ez a John ott lakik azzal az új nővel? Hát, akkor csak igazán. Adja a rendőrségre, várjon kicsit. Várni. Anyám idejön, és ha Johnnak bármi köze van a házhoz, akkor ez az utolsó esélyem, hogy megtaláljam. Érti? Kérem, Rick, kérem! Hol a hajója? Nincsen hajóm. Aha, és mivel jár el horgászni? Várjon! Hé! Hey! Mit képzel? Mi a fenét csinál? Elmegyek ahhoz a házhoz! Bekapcsolom a motort. Hogy a fenébe kell ez? Maga teljesen megőrült? Itt van valami áramlás. Tud hajót vezetni? Hát nem. Elképesztő. Tessék! Aha. És a pólók? Ott valahol. Megfagyok. Igen. Magam sem tudom, mit csinálok, hogyha tényleg ott van. Igen, ha tényleg megvette a házat. Egy másik nőnek az én pénzemből. De mégis tudnom kell, hogy ez a ház létezik. Legalább a ház. A többi csak kitalálta. Ki az a Diane? Magánügy. Értem. Úristen. Ott van. Nincs is piros ajtaja. És most mit csinálunk? Magának van mindig terve. A terveim mind elúsztak.
Dexter, gyere csak ki! Csináljon úgy, mintha vevők lennénk. Hello! Hello! A bank, az ingatlanos, a ház. Kár, hogy nem tudtunk segíteni. Igen, elnézést a zavarásért. Tényleg, valami félreértés lehetett. Á, semmi baj. Sajnálom, hogy hiába jöttek. Remélem, hogy a férjével megtalálják azt a házat, amiről álmodtak. Biztosan. Viszlát. Nem is tudom, mire számítottam. Olyan érzés, mintha valaki az életemet élné. És az enyém. Hol az én életem? Mindennek vége. Tengerparti ház nélkül is lehet élni. Sokan csinálják. Aj, nem erről van szó. Ez a gyerekkori álmom volt. Apám a keleti partról. És azokat a végtelen nyarakat mindig a parton töltöttük. Azt csináltam, amit akartam. Jöttek a vendégek, esténként ültünk a nagy asztalnál. Minden egyszerű volt. És nagyon szép. És ez a John ezt ígérte magának? A saját álmom rabja voltam. Hmm. És John ezt jól érezte meg, és ez roppant kínos. Honnan ismerlek téged? Nem kelet felé kellene mennünk? Megmondja nekem a saját hajómon, hogy merre menjek? Ja, de formation professionnelle. Ez franciául azt jelenti, hogy... Szakmai ártalom. Igen. Csak mert valaki visszavonul a világtól, még nem jelenti azt, hogy műveletlen is. És miért vonul valaki vissza a világtól? Diane? És meddig várunk még a lazacra, sügérre? Nem rajtunk múlik, nem kiszámítható. Csak ki kell várni. Kivárni? Az az én műfajom. Miért nem mesélte el az anyjának a helyzetet? Badarság volt azt remélnem, hogy megoldhatom. És hogy anyám sose tudja meg, hogy a lánya, aki amúgy határozott és kompetens, egy komplett idióta. De mondhatná azt is, hogy szakított vele, akkor mégsem lenne komplett idióta. A pénz. A parti ház ára az anyámé volt. A félretett pénze. És ha belegondolok, ez a húgom öröksége is. Nem csak magamat tettem tönkre, de eljátszottam anyám megtakarítását és a húgom örökségét. Pedig ő más. Ő nem előrelátó. Neki szüksége van rá. Értem. Hol vagyunk? Mindjárt hazamegyünk. Mármint hozzám haza. Ha jobban belegondolok, nekem sincs másik otthonom, mint Fisherman's Cove.
A piros ajtó se volt igaz. Tudta, hogy mivel tud megfogni. Manipulálta a képet a hirdetésben, azon piros volt, mint a mi házunkon valamikor. Mert a piros ajtó mögött mindig egy otthon vár. A fiaim összetartanak. Elnézést kérek, nem tudtam, hogy... Kérdezni akartam valamit, illetve kérni valamit. Igen? Hogy időt nyerhessek... Az anyámnak, amikor ma találkozunk, inkább nem mondanám el, mi történt, csak ha már van remény a pénzre. Még infarktust kapna. És mit akar tenni? Igen, hát ez lenne a kérés. Eljönne velem anyámhoz Kinnickportra, és eljátszaná Johnt. Kérem. Mi? Hogy én? Miért tenném? Hogy segítsen nekem. De miért segítség az, hogy eljátszom egy csalót? Nem kell csalót játszania. Csak... 2 óra hosszat maga lenne az én kedves vőlegényem. Anyám persze levenné, hogy nem vagyunk egymáshoz valók, ezt elmondja nekem, én pedig majd igazat adok neki. És senki nem szomorkodik, hogy el kell válnunk. Ha Mollynak sikerül visszaszereznie a pénzemet, akkor visszamehetek a régi... Na, azt már nem. A kedvesség minden... morzsáját elhasználta tegnap. Vége a nyaralásnak? Nem csak annak. Mindennek. Mindennek vége. 11:50. Köszönöm. Ez nagyon durva. Mások bebújnának a sarokba és zokognának. Ezt nézd. Felnagyítottam a képet. Nem láttad őt valahol? Áj, a pokolba. Ha legalább egy jó fotónk lenne, akkor a körözés is jobban menne. Az az érzésem, hogy nem idegen a számomra. Mióta laksz már itt? 5 éve, miért? Ha valaki a szigetre jön, az vagy hozzád, vagy hozzám. Olyan boldogan lecsuknám az ürgét. Ja. Meg is érdemelné. Molly, én... Halló? Oké. És most hová ment? Az anyjáékhoz ment Kinnickportra. Atyavilág, már megjöttek? Azt kérte, hogy menjek vele, és játsszam el a vőlegényét, hogy időt nyerjen. Na
és mit keresel itt? Menj utána, és mentsd meg! Ne hagyj cserben! Rajtunk kívül nincs senkije, segíts neki! Mind megbolondultatok! Te is! Tényleg szép itt. Nézd azt a szemközti házat. Azt a téli kerteset? Az nekem is tetszene. Julia néni! Sziasztok! Na, végre itt vagy. Igen, itt vagyok. És ti is itt vagytok. Gyere, hadd nézzelek meg, drágám. A sok szexi ott tesz neked. Nelly! Igaza van, jól nézel ki. Szia, Szia Julia. Anya. Phoebe nagyon-nagyon izgul. Olyannak képzeli az esküvőt, mint egy romantikus hollywoodi filmben. Szegénykém, nem tudja, milyen az élet. És a leendő féristenség később jön? Később, igen. Pontosabban sokkal később. Annál jobb. Mi lányok pletykálhatunk egy pohár pezsgő mellett. Legyen szíves, kérek még egy pohár pezsgőt a lányomnak. Azonnal. Kocincsunk a tengerparti nyaralásra. Ne félj, nem akarunk terhére lenni a gerlepárnak az előnászútjukon. Használd ki, amíg tart. Anya! Mikor látogatjuk meg őket? Ó, majd váratlanul beállítunk arra az Isten háta mögötti szigetre. Ne nézz már ilyen ilyetten, édesem. Mondanom kell valamit. Legyen több szerencséd a férjeddel, mint nekem. És nekem, ha már itt tartunk. Hát, szóval, ez a végszó nagyon is szerencsés. Jó estét, hölgyeim! Örülök, hogy megismerhetem önöket. Bocsáss meg, édes, hogy késtem, de volt egy kis probléma, és meg kellett hoznom egy nehéz döntést. Viszont ott vannak a legszebb kagylók. Ha szerencséd van, húsevő kagylót is találsz. Láttál már olyat? Nem. Nem? Anya, lemehetek a partra? És a vacsora? Nem vagyok éhes. Jó. Mesélj el, mivel foglalkozik? Hasonló az enyémhez, ha jól tudom. Komolyan? Igen, anya tanácsadó. Az nem áll túl távol a könyvvizsgálótól, nem? Azt mondtad anyádnak, hogy könyvvizsgáló vagyok? Hogy azt higgye, van valami közös bennünk? Ismeri az előítéleteimet. Természetes. De nem kerülgeti a forrókását. Féltem, hogy maga is egy olyan álomlovag, vagy aki megérti a nőket. Ne is hallgasson anyámra. Azt nem tartja fontosnak, hogy a leendő veje megértse a lányát? Neked fontos, hogy megértselek, nem szívem? Rick, az a John a szerintem... A lánya pontosan tudja, hogy mit akar, és ki is mondja. És ezt meg kell értenie annak, aki mellette akar lenni, ugyebár? Valószínű. És akkor most mivel foglalkozik? Gasztronómiával. Aha. Igen? Ezt miért nem mesélted el? Ó, mi ez az egész? Hogy rájöjjön, hogy mi nem illünk össze. Jó, de nem így. Szóval, nemrég nyitottam egy kis hal vendéglőt. Kicsi, de szép. És magam horgászok. Az dögunalom. A gasztronómia nem sokat hoz. Hogyan tartja el magát? És hogyan finanszírozza a parti házat? Természetesen. Természetesen, ez a nagy kérdés. Mérnök voltam. Autómérnök. Sokat dolgoztam, sokat utaztam, és oda jutottam, hogy nincs az a fizetés, ami megéri, hogy ne is élj közben. Úgyhogy felmondtam. Hihetetlen, nem? Az én kontrollmániás nővérem ilyen pasit választ. Fel nem foghatom. És pontosan miből él? Mindig csurran, cseppen. Julia, ezt nem hiszem el. Azt hittem, hogy valami unalmas pasit fogtál ki. Köszönöm. Julia,
Ez egy nagyon jó fejpasi, és illik hozzád. Azt mondod? Mármint örülök, hogy így látod. Ügyesen csináltad, és olyan édes vagy szerelmes, hogy egészen más, olyan aranyos. Aranyos? Igen. Anyám. És hogyan viselné el, hogy a lányom sikeresebb magánál? Nem okozna problémát? De hiszen már most is az. Igazi harcos. És én csodálom, hogy nem a könnyebbik végét fogja meg. Igen, egy nőnek harcolnia kell. Erre tanítottam. Ha valamit tud, hát ezt. Már én is itt vagyok. Jól megtanította. De van még más képessége is. Rick, ő az a John. Nem akar kínos intimitásokat kifecsegni, ugye? Nehogy nem, kérem. A nővérem rejtett képességeiről mindig is tudni akartam. Inkább rendeljünk, jó? Narancsos lazacot kérek. Uh-huh. Ugyanazt kérem. Rendben. Hajcihő a rendes halhoz? Összehasonlítom. És kérünk egy chardonnayt. Vagy inkább egy püjé fümét. Az harmonizál a narancssal. Mit gondolsz, szívem? Akart valamit mesélni Julia különleges képességeiről. Csak azt ne. De igen. Már rég el is felejtette. Nem mondanám. Pontosan tudom, mit akartam mondani. Kockáztat a szerelemért. Őszintén és trükkök nélkül. Ehhez bátorság kell. Mert nagyot lehet bukni. És rendkívül jók a reflexei. Ezt sem mondhatja el mindenki. Ez volt a legszebb, amit mondhattál. Gyógyír sebeimre. Köszönöm. Habár szerintem butaság volt. Nem bátorság. De nagyon jól esett. Ezt hiszed, mert így tanultad. És pont mert megtanultad elrejteni az álmaid, megerősödtek. Nem lehetett másként. Minden sokkal jobban hangzik, ahogy te mondod. Mert ez így igaz. Jó. És most mi legyen ebben az egy szobában, egy ágyban? Kérdezzük meg a recepciót, hogy nincs-e... talán... Pontosan. Vagy lehetne, ha már... Szerintem is. Jó. Akkor most beszéljük meg, hogy mi legyen reggel, és hogy... Nem fognád be végre a szádat, Julia Gardiner? Milyen? Mi a játék ez? Ez nem játék. Nagyon is komoly. Mitől ilyen jók a te reflexeid? Apám tanított meg rá, hogy felkészülten várjam, ha valaki kincset dob felém. Nagyon jól tette. És mi volt a baj Diane-nel? Túl sokat dolgoztam. Állandóan rohangáltam. És nem ismertem az álmait. Nem úgy, mint a tiédet. És utána? Ott hagytam hát csapott papot. Megvettem a Fisherman's Cove-ot, horgászni kezdtem. És megpróbáltam elfelejteni.
És sikerült? Molly. Új híreim vannak, Julia. Néhányan felismerték a férfit a képen. A bostoni rendőrség kikérdezi a tanukat. Talán jutunk valamire. Jó. Igen. Köszönöm, Molly. Szívesen. Mi az? Olyan csendes vagy. Semmi. Folyton az jár a fejemben, amit Molly mondott. Igen, nekem is. Gondolod, sikerül? A per és a többi, ami utána jön. Sok mindenre képes vagy. Komolyan mondod? Igen. Nagyon erős vagy. Erősebb nálam. Ez biztos, hogy nem így van. Nekem most... Engedd, hogy mindent jóvá tegyek. Mit csinálsz? Mindent jóvá teszek. Martin féltestvére Richard Seymour. Ez hihetetlen! Tudtam! Molly! Mit keresel itt ilyen korán? Szia, Dan! Szia! Tudod, hol van Molly? Sürgős. Épp most ment el. Festék. Nálad van festék? Disperziós. Fedőrétegnek vagy alapozáshoz? Van műgyanta is, vagy akrilbázisú. Ha nem akarsz ásványit, vagy szintetikust, van natur, növényi olaj alapú.
Ismerte őt, Molly. Ismerte Johnt, és nem mondta el nekem. Tudom. A fenébe! Átkozott gazvickó! Hogy én milyen idióta vagyok! Pokolian idióta! Kétszer ugyanabba beleesni! Kolostorban a helyem, a fene egye meg! Gyere ide! Megkapja a méltó büntetését, megígérem, oké? Hogy te milyen seggfej vagy! Rosszabb vagy még! Rixi úr, letartóztatlak egy büntet eltitkolása miatt. Jogodban áll hallgatni, vagy minden, amit mondasz, felhasználható a bíróság előtt. Ez nem igaz. Épp most hagytam az asztalodon az öcsém képét. Én mindent jóvá akarok tenni. Elkéstél. Julia, hallgass meg! És miért kellene? Miért? Mert szeretlek. Jól szórakoztál? Betegre röhögtétek magatokat a haveroddal? Ezen az idióta nő... Az öcsém. Az öccse? Az öcséd? Ráadásul az öcséd ez a fickó. Ez sok mindent megmagyaráz, szinte mindent. Akkor ez családi vonás, hogy ti milyen aljas, gonosz... Mit jelent ez? Mihez kezdjek a kulcsaiddal? Neked adom, a ház kulcsai. És mihez kezdjek a kulcsokkal? Hogy legyen otthonod, itt. Az én házam a te házad. Mit akarsz? Mit akarsz ezzel? Én egészen másként akartam. Fel akartam jelenteni az öcsémet. Tudom, hogy túl sokáig vártam, de beteg. Reméltem, hogy feladja magát. És be akartam festeni az ajtót. A kedvedért vörösre festem. Mert ide tartozol, a hosszú boldog nyarakon. Hagyd, ne szórakozz velem! Julia, én nagyon komolyan gondolom. Mindent neked adok, a szívemet, a házamat. Az öcsém, a féltestvérem, azt hittem, azzal segítek neki, ha megvédem. Mindig bízni akartam benne. De tudom, hogy helytelen volt. Azzal segítek, ha felelősségre vonják. Ugyanúgy bedőltél neki, mint én. Julia, meg tudsz nekem bocsátani? És várni akartam vele, amíg befestem pirosra az ajtót, de most már jó lesz így is. Hozzám jössz feleségül. Mi? Azt hittem, hogy ezen a részen már rég túl vannak. Julia, hozzám jössz feleségül. Anya, lemaradtam valamiről? Hogy mire vállalkozol? Én most már semmit sem értek. Te? Nem. És én se. De valahogy jónak néz ki. Már meg kellett volna tennem. Nagyon fáj, hogy ez történt veled, Julia. De leginkább az fáj, hogy úgy gondoltad, hogy nem mesélheted el nekem. Tudom, hogy ez az én hibám. Ugyan, a tapasztalataid. Védeni akartál minket, és igazad volt. De talán nem adható át minden. Mindenkinek a saját kárán kell megtanulnia. Igen. Jaj, annyira sajnálom. Nem. Az a fontos, hogy te jól vagy. Pepper őrmester szerint talán még a pénz is visszaszerezhető. Igen. Na, remélem.
igen. Nagyon finom szerintem is. Nagyon finom, egészségetekre. Mit szólsz? Julia, dobd el a mennyasszonyi csokrot. Igen. El akarod kapni? Nem, most semmiképpen. Tudod, hogy nem jók a reflexeim. Jó. Akkor mindjárt dobom a csokrot. Az Isten szerelmére. Oké, hölgyeim, álljatok fel. Oké. És... Hurrá! Igen! Hurrá! Juhú! Igen, most eljössz. Gyere ide! És te is! De szépek! Magyar hangok. Kisfalvi Krisztina, Szatmári Attila, Menszátor Magdolna, Makai Andrea, Pap Kata, Kisfalusi Lehel, Kobela Kira, Sági Tímea. Magyar szöveg Bán Szilvia, gyártásvezető Kovács Marian, hangmérnök és vágó Igor Lattesz, szinkronrendező Dögei Éva. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt.